Szeretettel köszöntelek benneteket! Szeretném bemutatni Tick Ervint, aki a konferencián a komplexusok aktiválódásáról fog beszélni. Picit elmondanád nekünk, Ervin, hogy honnan származnak a komplexusok, és hogy itt végül is miről lesz szó? Látszólag távolról, csak egy-két mondatnyilag távolról kezdem ezt. Ugye a jellemző minden asztrológiai munkában, úgy érzem, az egy nagyon fontos része a munkának, hogy azzal szembesülünk, hogy a szülött a saját maga jellemző tulajdonságaihoz, vagy adottságai, mintázataihoz képest a környezet szocializációja, vagy sztereotípiái eltérítik őt önmagától. Tehát bizonyos sokig talán az egyik legfontosabb munkája egy asztrológusnak, véleményem szerint, hogy közelítsük újra őt saját maga struktúráihoz, saját maga megoldásaihoz, mértékéhez, értékrendjéhez, formáihoz. Ezeket a formákat a jungi pszichológia tulajdonképpen mintázatoknak vagy komplexusoknak hívja. Ugyanez megfelel nekünk az asztrói modellben tulajdonképpen a fényszög sorozatok, tehát fényszög kombinációk. Ebből az is következik, hogy a vizsgálatban törekszem, szerintem minden asztrológus, de itt a jungi pszichológia, jungi szemléletben különösen fontos, hogy mintázatokban gondolkodjunk, tehát hogy nem egy eleme a horoszkópnak érdekes, hanem az a fajta az az interakció, ami a különböző személyiség részek között létrejön. Ez alkot egy mintázatot, vagy alkot egy élettémát, vagy alkot a jungiáns fogalommal szóval egy komplexust, vagy asztrológiai modellben ugye konstellációnak hívjuk, tehát több planéta kapcsolódásának. Ennek az azért fontos, mert hogy nem csak, hogy ennek a felismerése és ennek az újragondolása és megbeszélése, hogy ebből mi tud teljesülni az életben és mi nem, és mi az, amitől eltérített a szülői minta, vagy az élményanyag az életed során, és hogy miért lenne szerencsés visszatérni el az eredeti önazonos állapothoz, hanem ráadásul ezek a jungi értelemben, ezek a bizonyos mintázatok bizonyos hatásokra aktiválódnak. Tehát ez nem, ugye van nekünk az asszony modellünk, az asszony modellben tulajdonképpen az időminőség aktivál, tehát a különböző prognózis modellek, de ettől függetlenül is tulajdonképpen egy jungi szemléletben, és a pszichológiai szemléletben egy adott személy tud engem aktiválni, egy adott helyzet tud engem aktiválni, és egy érzékeny mondat tud engem aktiválni. Ezek azok, amiket mostanában divatosan triggernek szoktak nevezni. Igen. Tehát ezt a jungi pszichológia úgy hívja, hogy komplexus személy, komplexus mondat, komplexus helyzet. Akkor bocsánat, nem akarlak megszakítani, jól értem-e, hogy akkor itt nem csak pusztán a radixból indulunk ki, hanem itt hozzáteszünk olyan tranzitot, vagy akár előre. Hogy enélkül nem sok értelme van, hiszen a radix egy statikus állapotot mutat, amely mint mintázat, mint forma viszem magammal az élet során, és nyilván miközben a formaiság marad, a tárgy, a tartalom nyilván életkorból, helyzetből, szituációfogadalom különböző lehet, de egy asztrológusi analógiás gondolkodásban fölismerhetőek a formai hasonlóságok, ezek az ismétlődések. És hogy ráadásul a jungi szempontokban benne van az is, hogy az ember úgymond fejlődésre ítéltetett. Tehát végig kell menni egy úton, és azon az úton magától nem megy végig. Erre rá kell őt venni, a pszichét, az egót, és az egót tulajdonképpen ezek a prognózis modellek veszik rá, az aktiválódásokkal veszik rá, hogy ezzel foglalkozom, mert hogy azon túl, hogy egyrésztről menedzseri maga körül a világot, mert valahogy túl kell élni a helyzetet, azon túl elvileg zajlik egy belső tanulási folyamat ilyenkor. Ha nem, akkor nyilván a segítőnek erre fel kell hívni a figyelmet, ugye szempontokat kell adni, hogy tudsz ebben tanulni, hogy tudsz átkereteződni, abban a reményben, hogy egy következő ilyen állomásnál, egy következő ilyen aktiválódásnál már egyel okosabban legyek benne.
és így lépek előre, és ez tart engem egy személyiségfejlődési úton. A jungi pszichológiának ez az alapkulcs gondolata, hogy, hogy van egy személyiségfejlődési gondolat benne, és hogy a személyiségfejlődéshez komplexusoktól aktiválódások sorozata kell. Akkor gyakorlatilag ez az lesz az előadásodnak a leginkább markáns része, hogy tudjuk felismerni azt, hogy ki milyen komplexussal működik. Nyilván nem tananyag szinten, hanem ez egy egyórás bemutató keretében, amennyit enged, és hogy mik lehetnek aktiváló tényezők. Milyen előképzettségűek látogathatják az előadásodat? Azt gondolom, hogy egy alap, aki már hallott a planétákról és a fényszögekről valaha, vagy van valami fogalma róla, melyek azok, amelyek úgymond nagybolygóknak hívunk, a Jupitertől Plutóig terjedő ugye, sorozatban, ezeket én a magam rendszerében kollektív archetipusoknak hívom, és ezek a kollektív archetipusok tudnak aktiválni minket. Ez nagyon jó hír azoknak is, akik még csak egy-két éve mélyültek el az asztrológiában. Nekünk végzett asztrológusoknak pedig azt gondolom, hogy a szemlélettágítás a legfontosabb, amit kaphatunk, és remélem, hogy ebben az egy órás betekintőben mindenki a saját maga inspirációját megtalálja, és utána tud vele tovább haladni. Nagyon szépen köszönöm ezt a pár perces beszélgetést, május 7-én várunk szeretettel mindenkit Ervin előadásán. Köszönöm, sziasztok!